Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, a Fogadórát látják. A mai adásban a kórházról fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy már megkezdődött a próbaüzeme az új CT és MR készüléknek, és egyáltalán arról, hogy hogyan halad majd a költözés, vagy hogyan áll jelenleg a költözés tervezése, hiszen hamarosan a gyógyítás is megkezdődhet az új épületrészben. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeimet, dr. Tumer Erni Rebicek Rita, megbízott ápolási igazgatót, és dr. Maszárovics Zoltán, megbízott orvosigazgatót. Köszönöm szépen, hogy mindketten elfogadták a meghívást, és itt vannak. Mi is köszönjük. Hát kezdjünk talán egy általános helyzetjelentéssel azzal kapcsolatban, hogy hogyan is áll most a munka a kórházban. Én itt a felvezetőben már elmondtam, hogy a próbaüzeme az új gépeknek, a CT és MR gépeknek már zajlik. Mit jelent ez pontosan, mikorra várható, hogy ezek elkezdhetnek dolgozni? Néhány projekt már lezárult a kórházban, ezek közé tartozik ez a mostani fejlesztés is. Ennek részeként elindult az új CT-nek a próbaüzeme. Hangsúlyozom, hogy ez most még egy próbaüzem. Nem azért próbaüzem, hogy vajon jól működik-e még a gép, már nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy a dolgozók, azok, akik ezt a gépet kezelik, meg tudják-e tanulni, illetve meg kell tanulniuk az új készüléknek az üzemeltetését. Egy hasonlattal hadd éljek, nyilván, ha valaki egy 30 éves barkaszon utazik és vezeti, és ahhoz képest egy gyönyörű szép új Ikaruszt kap, akkor azon nagyon sok új lehetőség van, technika van, amit a kezelőknek meg kell tanulniuk. Ugyanez érvényes jelenleg a CT-re is, hiszen ez egy jóval korszerűbb készülék, jóval többet tud, új olyan vizsgálatokra is képes, amire az előző CT-nk nem volt képes, úgyhogy ennek a tanulási folyamat, ez nyilván néhány hetet igénybe fog venni. Sok újhez közel bővült egyébként a kórház felszereltségében, a beruházásnak köszönhetően? Igen, ez is a beruházás része, aminek része több más nagyértékű műszer beszerzése is. Az új technológiai tömb bekerül, egy új központi sterilizáló laboratóriumnak a gépei megújultak, és hát hasonlóképpen új MR készülék is már szintén próbaüzem alatt van. A kollégáim kint voltak a kórházban, és már megnézték azt, hogy a próbaüzem hogyan is zajlik ezeknél az eszközöknél. Most egy bejátszás következik, ezt meg is mutatjuk önöknek, amelyből egyébként az is kiderül majd, hogy mire is lesz jó ez a két új eszköz. Ez a készülék december végén érkezett. A telepítése az heteket, hónapokat vett igénybe. Részben a helység kialakítása, részben a gépnek a beszerelése, a szoftverek telepítése. Ez a korábbi gépekkel összehasonlítva egy 128 szeletes készülék, ami nagyon gyors vizsgálatokra ad lehetőséget, így a géppel együtt szállított szoftverek, a politraumatizáltak, az onkológiai betegek ellátását gyorsítja, elősegíti, lehetővé teszi az érfestő vizsgálatokat, biopsziás mintavételeket, és akár majd kardiológiai és koronáriai CT vizsgálatokat is. László Csaba, aki az Állami Egészségügyi Központból jött most segíteni nekünk, hogy elsajátítsuk a gép kezelését minden tekintetben, úgyhogy itt készültünk egy ilyen ambubabával, amin bemutatnánk egy rövid betegpozicionálást, meg egy politraumatizált betegvizsgálatot, ami akár 5-7 perc alatt kivitelezhető, amikor már minden tekintetben tudja az operátor, hogy mit is, hova nyúljon, mit csináljon, mit tegyen. Lézerfény segít abban, hogy milyen lokalizációba kell beállítani, hogy a vizsgált, például most jelen pillanatban a koponya pontosan be legyen állítva, és a vizsgálati mező közepén legyen. És most ő már a helyén? Ő már a helyén van. Helyén van, elkezdhetjük a vizsgálatot. Úgyhogy ekkor elhagyjuk a vizsgáló helységet, ott a készülék van, és az operátor kimegy a vezérlőbe, és onnan megtervezi a vizsgálatot, hogy hogyan legyen ez elkészítve natívan, kontrasztanyaggal, érfestéssel együtt vagy anélkül. Most készülnek kétirányú tervezőképek.
amiken aztán beállítható a vizsgálati mező. Most következik a vizsgálat megtervezése. Tegyetek már rá majd egy lencsevédőt is, mint hogyha lenne lencséje az ambubabának, vagy az alapból ott is van. Ez a készülék rendelkezik egy olyan szoftverrel, ami a szemlencsét védi a röntgensugárral szembe. Ott az a kis zöld, amit most mozgat a kolléganőm, az azt kell ráállítani a szemgödörre, és így a lencse nem kap annyi sugarat, mint amit egyébként kapna. Ezzel kész van a nyaki gerinc CT-je, és akkor majd most átállítjuk egy mellkas teljes has vizsgálatra. Ez természetesen politraumatizáltnál is érfestő anyaggal készül, mert nem mindig tudni azt, hogy elég egy natív sorozat. Az esetek jó részében szükség van a kontrasztanyag adására. Ritkán van az, hogy csak natívan elegendő. Van egy ilyen távirányítással működtethető kétfejes injektorunk, amiben az egyik dugattyúban az érfestő anyag van, a másik dugattyúban egy kis só van, és akkor ez távirányítással össze van, tehát a gép, a beteg és a fecskendő össze van kötve, és hozzá van passzítva a vizsgálathoz, mert tulajdonképpen bele lehet tenni egy ilyen kis érzékelő eszközt, egy szoftveresen lehet nézni, hogy mikor jutott el az érfestő anyaga az érbe, úgy, hogy a vizsgálatot hogyan indítsuk és mikor kezdjük el. És ő már végig is ment, leképezte a teljes testtájékot, és ezután jön még az orvosi munka, tehát mondtam itt az előbb, hogy az az egyik legnehezebb dolog, hogy itt állnak a hátunk mögött a traumatológus, a sebész, és azonnal várja a választ, miközben több mint 1000 kép van. Hát ezeket mind végig kell nézni és értékelni, tehát sokszor a leletezés és a képek értékelése hosszabb időt vesz igénybe, mint a vizsgálat maga. De a beteget stabil állapotban el lehet szállítani már ilyenkor, hogyha készen vannak és jók a képek. Tehát megújult a gép, megújult a mögötte lévő képkidolgozó rendszer, új szoftverek vannak, és ezáltal ilyen angiós képeket, angiós vizsgálatokat csináltunk már, mint újabbakat. Ezek, így ha lapozom, akkor végigmegy, ezek a lábszárartériákat mutatja, itt látszik, hogy van valami kis hiány, itt följebb mutatja csonttal együtt, egy kicsit tudok forgatni is rajta. Amit mi befecskendeztünk festékanyagot a betegbe, azt ő szépen kiszámolja, de ezt korábban a négyszeletesként kézzel kellett, így körberajzoltuk, kivágtuk. Most egy egyszerű szoftver segítségével állítjuk elő a képet, de nagyon nehéz még a szoftveres lépéseket sorba megtanulni. Ez ugyanolyan, mint amikor az ember vesz egy újabb számítógépet, és meg kell tanulni azon is a kezelőfelületet használni, vagy vesz egy új telefont, de százszor bonyolultabb, csak összehasonlításképpen akartam ezt mondani. Tehát a betegnek a korábbi vizsgálati képanyagát mutatja ez a kép. Látszik az, hogy milyen nehéz volt már itt ebben a mellkas alsó szegmentumában visszatartani a levegőt, mert egy picit bele is lélegzett, és látszik, hogy az a góc, ami itt ábrázolódik ezen az új készülékkel készített felvételen, mennyivel élesebben és konkrétabban körülrajzolódik, mint a régivel. Úgyhogy képszámban viszont rettentő nagy különbség van. Nagyon jó, hogy ilyen mozi üzemmódban lehet nézni a képeket, tehát oda-vissza tudok lapozni, ha ide jövök, akkor így szépen végigmegy. Gyorsabban, nagyobb testtájékot vizsgálva, a térbeli felbontás miatt, amiatt, amit itt mutattam az előbb, hogy mennyivel élesebben látom a határát, tudom, hogy biztosan ott van
amiatt, hogy rövid a leképezési idő, nem légzi ki a beteg a szeletből azt a pici gócot, mert volt korábban ilyen leletezési szokás is, hogy amit korábban láttam, lehet, hogy most azért nem látom, mert kilélegezte a szeletből. Nem került bele a négyszeletes, meg az egyszeletes érában ez, meg még a régebbiben a szekvenciális gépeknél, amikor egy körülfordulás alatt csak egy centiméter képződött le. Most egy körülfordulás alatt leképződik, mit tudom én, hosszú-hosszú centiméterek. Láthatok, hogy mennyire korszerű eszközökről van szó. Mit jelent egyébként ez egészen pontosan a kórház életében, hogyha megnézzük a megyét, vagy akár a régiót, tágabb környezetünket, mennyire modernek, korszerűek ezek az eszközök? Hát az új technológiai tömb és a hozzá kapcsolódóan a CTMR készülék is, ezek mind a 21. század legkorszerűbb technológiái. Az új technológiai tömbben egy új műtőblokk fogja szolgálni az operáló sebészeti, nőgyógyászati, traumatológiai, ortopédiai, szemészeti, fülorgégészeti, tehát gyakorlatilag minden operatív szakmát érintő új műtőblokk jóval korszerűbb körülmények között tudnak működni a kollégák. És hát ennek többek között része az is, hogy a CT, az MR felvételek, illetve a röntgen felvételek is a digitális technika következményeképpen akár a műtőben felszerelt új monitorokon, akár operáció közben az operatőr láthatja ezeket a felvételeket. Tehát egy jóval biztonságosabb, korszerűbb ellátást képes biztosítani. Műtőbővítés is történt, több műtő fogja szolgálni az ellátást. Egyébként ez az új digitális rendszer lehetőséget ad majd arra is, hogy könnyebb legyen a kommunikáció egyes betegek esetében, akár a kórházak között is? Igen, ez is lehetséges. A CT készüléknél, MR készüléknél már működik, de az az összes egyébnél működni fog. Nyilván a televíziónézők elképzelhetik, hogy nem a röntgenfilm vegyszerekkel, külön gépekkel előhívva kerül fel mondjuk az osztályra, vagy a műtőben, amit fölhelyeznek a falra, hanem a monitorokon, azon nyomban, számítógépes hálózatokon a kollégák és orvosok megnézhetjük, értékelhetjük a képeket is. Beszélünk még a jövőről, hiszen még a költözés előtt vagyunk, de kíváncsi lennék arra, hogy most hogyan tudják megoldani ezt az átmeneti állapotot, átmeneti helyzetet a kórházban. Ugye elég régóta tart már a felújítás, nyilván az sem titok, hogy ez sok feszültséget is okoz, akár a betegek, akár az ott dolgozók részéről. Hogyan látják önök belülről egyébként ezt a helyzetet, és hogyan tudják, vagy hogyan próbálják a mindennapok problémáit orvosolni, megoldani? Hát nem könnyű a helyzetünk, de a szakdolgozók olyan lelkesek, akik az új tömbbe költöznek, ők nem csak a CT-be tanulnak, hanem az új tömbbe is, miután nagyon sok eszköz érkezik. Értem alatt az intenzíven az új ágyakat meg kellett tanulnunk, és még folyamatos lesz. Én úgy gondolom, hogy próbálják simítani. Nyilván nem egyszerű a dolog, mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy problémák adódnak az átkötésekkel, a beüzemelésekkel, a próbaüzemekkel kapcsolatban, mert itt már új légtechnika is lesz, tehát sok mindent ki kell próbálni az új tömbbe, hogy biztonsággal át tudjunk költözni. Ezt részletekbe szeretnénk. Nyilván lesz olyan, mint a labor, akinek gyakorlatilag a betegek nem is vették észre, hogyan történt az átköltözés, hasonló lesz valószínűleg a higiénia, ő is részletekbe fog, mert természetesen mellette a műtőt ki kell szolgálni. Aztán a gyerekosztály és a sürgősségi osztály, meg a műtő lesz az, ami valószínű, hogy majd dupla műszakkal, de szívesen vállalják a dolgozóink, nyilván van egy cél, amit el akarunk érni. Tehát szeretnénk úgy megoldani, hogy a betegek ne érezzék a költözés nehézségeit, hanem inkább zökkenőmentes legyen, vagy némi döccenővel. Gondolom, hogy mindannyian várják már az új tömb megnyitását, vagy hogy ott is megkezdődhessen a gyógyító munka. Látták már egyébként az ott dolgozók, akár az ápolók, akár az orvosok, hogy hová fognak majd beköltözni, milyen felszereltségű osztályok várnak rájuk?
Igen, természetesen megtekintettük, illetve el kell, hogy mondjuk, hogy folyamatos a kommunikáció a projekttel és a kivitelezőkkel, hiszen ahhoz, hogy a költözés az szépen menjen, ahhoz finomra kell hangolni, jó néhány dolgot egyeztetni kell. És hát hadd hangsúlyozzam azt, hogy annak, hogy egy ilyen csodálatos új tömbbe költözik jó néhány osztály, és az ellátás bővül, ennek nyilván óriási előnye az, hogy jóval nagyobb területen, jóval nagyobb és szélesebb műszerparkkal folyik a gyógyítás, de azért ne felejtsük el, hogy ez azért nem úgy néz ki, mint mikor valakinek elkészül az új háza, és a régiből szépen átköltözik az újba, hiszen itt a kórházon belül készült el egy új technológiai tömb, tehát itt ezekkel meg kellett küzdenünk, és meg kell a költözésnél is küzdenünk azzal, hogy lépésenként és nagyon sok energiát a kommunikációba, a kooperációba bele kell fektetnünk. Gondolom, hogy erre már megvannak a tervek, már mint magára a költözésre. Osztályonként igen. Igazság szerint a főnővérekre, vezető asszisztensekre hárul ennek a megszervezése, de én, ahogy visszahallom, meg ahogy szoktam az osztályokat látogatni, nagyon lelkes mindenki, és gyakorlatilag fejben van, hogy mit, hogyan szeretnénk majd megoldani. Reméljük, ez úgy is lesz. Tehát apróbb dolgok már most is vannak, hogy kint vannak a feliratok, azt már szerintem a betegek is látják, tehát egy részén nem a teljes épületben. Tehát ez is folyamatos kommunikációt jelez közöttünk. És ami még nagy dolog, hogy az udvar, az biztosan látható, hogy egyre inkább szépül, tehát a korábbi nagy vizesárkok, igaz, hogy az eső most nem kedvez nekünk, de reméljük, hogy tavaszra már azért látható lesz, viszont a parkoló az még hosszabb időt fog igénybe venni. A költözéshez viszont reméljük, hogy addigra az udvar egy része is legalább a járdák elkészülnek, mert szükségünk lesz rá, hogy igénybe vegyük még azokat is. Azt lehet tudni, vagy végig gondolták, hogy melyik osztályát költöztetése lesz a legmunkásabb, a legnehezebb, hiszen nem tudom, ha én kívülről külső szemlélőként ránézek a kórházra, akkor biztos, hogy a sürgősségi osztályt mondanám első körben, hogy azért ott egy nagyon intenzív és nagyon kiszámíthatatlan munka zajlik, de nem tudom, lehet, hogy nyilván ez belülről teljesen más. Tehát melyik osztály lesz az, amelyik a legnagyobb feladatot adja majd a költözés során? Igen, gyakorlatilag két olyan osztály vagy része van az új tömbnek, ami talán a legnehezebb lesz. Az egyik valóban a sürgősségi osztály, hiszen ott egy óriási betegbeáramlás van, és a költözés során egy új helyen szintén a kollégáknak egy új beteg mozgatás, beteg elhelyezési rendszerbe kell. Amíg ez rutinná válik, addig nyilván ez jóval nagyobb energiát követel a munkatársainktól, és hát nyilván ebben a lakosságnak a türelmét is szeretnénk kérni. Egy jóval nagyobb, jóval szebb sürgősségi osztály korszerűbb rendszerbe fogadja a betegeket, de az első egy-két hónap nyilván, amíg a rutin kialakul, addig türelemre van szükség. A másik pedig a központi műtő, ahogy említettem is, egy jóval korszerűbb, nagyobb műszerezettségű, hiszen kb. 3 milliárd forintnyi új műszerrel újul meg a kórház, ezt ne felejtsük el, ez egy óriási összeg, és ez egy nagyon klassz dolog, hogy ez a betegellátást szolgálhatja, de ez rengeteg új műszert jelent a műtőben, a bővített 11 műtőnk lesz, tehát számban is bővülnek a műtők. Itt új technika van, itt is az újaknak a megtanulása, betanulása, és az, hogy rutinná váljon, ehhez nyilván erőre, energiára van szükség. Egyébként ahhoz, hogy ennyi új eszköz, ennyi új műtő áll majd rendelkezésre, nyilván gondolható, hogy akkor a betegellátás is meg fog gyorsulni, a műtétek is meg fognak gyorsulni, ehhez új kollégák is társulnak majd, tehát akár új orvosok és új ápolók is kerülhetnek a kórházba? Hát terveink szerint mindenféleképpen szeretnénk. Nyilván a műtő lesz az elsődleges, miután nagyobb számú műtőnk lesz, egyrészt újra kell szerveznünk az egész műtői gyakorlatot, másrészt pedig szükségünk lesz
Már vannak terveink, tehát indítottunk már el, mert ezért ez egy felsőfokú képzés, tehát nem főiskolai, de egy ráépített OK-i képzést jelent. Hirdetni is fogunk, most is van jelentkező, úgyhogy szeretnénk mindenféleképpen bővíteni ezt a részt. Műtősnők, anesteziológus asszisztensek terén is. Nyilván a sürgősségi is meg fogja kívánni, valamint az intenzív osztály, mert az is nagyobb ágyszámmal fog működni, tehát azért ez gondot jelent, de szeretnénk elindulni egyfajta úton, és ebbe természetesen partner mindenki, tehát igyekszünk nem toborozni, csak szeretnénk ide csábítani új dolgozókat a városba. Hát azért azt látom, hogy nyilván ez majd egy másik terület lesz, de a külső segítség az úgy tűnik megvan a vállalkozók részéről is, elég, hogyha csak a Fogadj Örökbe egy kortermet programot említjük, ugye ott is, mert mi is több alkalommal beszámolhattunk sikerekről, ezt gondolom, hogy folytatódik tovább, és várják azoknak a jelentkezését, akik tudnak ilyen formán segíteni a kórházban. Igen, szeretnénk, viszont vannak terveink is, reméljük, hogy lesznek még olyan pályázatok, amikre már most készülünk, hogy a hoteltömb, ugye azzal van a legtöbb problémánk, hogy azt föl lehessen újítani, hogy a gépészetet megújítani, a nővérszállót, ami nagy probléma, ugye miután kapcsolódik a másikhoz, hogy szeretnénk ide csábítani új dolgozókat, ahhoz a nővérszállót is olyan állapotba kellene hoznunk, mert évek óta nem tudott hozzányúlni a kórház, úgyhogy pályázatokon is szeretnénk, de továbbra is örülünk mindenféle segítségnek. Tudjuk már azt, hogy pontosan mikorra várható az indulás, tehát mikor érnek véget az eszközök vagy a gépek próbaüzemei, és onnantól a költözés maga mikor indulhat meg az új technológiai tömbbe? Pontos napot még nem tudunk, de a néhány héten belül várható néhány osztálynak a betanulása és az üzemszerű működés elindulása. Többek között ez igaz a CT-re, hogy üzemszerű működésre néhány hét múlva reméljük, hogy át tudunk állni. Az MR-nek is a próbaüzeme van, az nyilván egy kicsit később. Hát bízom benne, hogyha legközelebb beszélgetünk, akár önökkel, akár mással itt a kórházból, akkor már arról számolhatunk be, hogy elindult minden, és rendben működik. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és itt voltak. Köszönjük is a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, a fogadórát látták, hogyha a műsorunkat újra néznék, honlapunkon megtehetik www.tvjeger.hu. Viszontlátásra!